hajnokat, amik fölsegítették a fegyverzetet útra és palancsolóra. Megsebzették íjjal. És minő szerencse a lovas pályánkra pont betévedt egy vadmacskó. Reméljük a lovak nem ijednek meg tőle. Vagy pedig oda kellett menni közvetlen közelről, és befejezni azt, amit az így nem szedt meg. De úgy látom, hogy az első döfés is talált, ez pedig teljesen biztos. És akkor hazavitték a jó lovagok, illetve fegyverzetek a vadat, bekerült a konyhára, ahol rendkívül finom falatok készültek belőle. Órákat tudnék mesélni néhány középkori receptről, hogy micsoda finomságokat ettek őseink, de ezt most nem teszem meg. Viszont ifjainknak már pizsereg a talpa, hogy a kitűnő lakoma után eltáncolják szerelmi táncukat. Thank you.
volt ajtókor. Hát egy kicsit más volt ebben, és ezért kértettem önöket, hogy nézzük meg együtt, mert mi úgy gondoljuk, hogy élhettek így is őseink, élhettek egy kicsit másképp is. Lehet, hogy ez csak a mi fantáziánknak a szüleménye is, valahogy egészen prózaiakban történtek a dolgok, de higgyük el, hogy ilyen volt a lovakkor, és a lovagok akkor még tényleg lovagok voltak. Tisztelettel búcsúzik a Díjus Győri Aranysarkas lovasvezér, és köszönjük a lehetőséget! De úgy látom, hogy ifjú hölgyünk szemet vetett valamelyik ifjúra, lehet, hogy talán a Dömös uraiból? Lássuk! Ugyanis aki a koszorút kapja, a szívét is nyeri az ifjú hölgynek. Ó, többen is versengenek érte. Ennyire azért nem volt búzai a dolog. Elég válogatós a kisasszony, mit látok? Na, hát csak megvan a méltó ifjú. A szemes hölgyek jó uram, ha megkapta, hadd vigye, neki se legyen jó mindenki.